Nem csak a magas összeg, de a behajtás módja is kiverte a biztosítékot a gazdáknál. Két évig semmit nem lehetett befizetni, aztán még egyszerűen hirtelen egyik napra másikra kikézbesítették a végzéseket, és nagy fenyegetés alatt köteleztek bennünket, hogy 15 napon belül befizessük. Most én személy szerint, én értem a fejlesztést, Értem azt, hogy kell, hogy fizessünk valami lecsapolási díjat, na most ez megint kérdés, hogy ki használja, hány ember bírja használni. A termőföldek mellett az építkezési területekre is megfizettetik az illetéket. Egyesek szerint érthetetlen, hogy miért kell fizetni a lecsapolásért ott, ahol nem végzik el ezt a munkát. A Mi van A, a od tih građana koji su bili pod poplavom traži se e, da uplate taksu za, za odvodnjavanje. Znači imamo nelogičnost. E, mislim da, da to nije u redu na neki način. Sa druge strane imamo situaciju da traže da mi odvodi, da platimo taksu za odvodnjavanje smeća, a tamo gde, gde je opština uložila sredstva i napravila atmosfersku kanalizaciju, ti građani nisu dužni da, da, da plate odvodnjavanje. I, i, i onda dolazi do situacije da je da, da opštini nije interes da napravi atmosfersku kanalizaciju. Bár a lecsapolási illetik beszedése, több alkotmányossági kérdést is felvet, nem sok reményel kecsegtet az, ha valaki egyénileg szeretne érvényt szerezni, valós vagy vélt jogainak. Állítja a friss László óbecsei ügyvéd. Ezeket a pénzeket biztosan tudjuk már, hogy nem arra fogják felhasználni, amire papíron elveszik tőlünk, de Ugye csak annyit tudunk, hogy ugye, tehát a fórumokon, alkotmányosság szempontjából megtámadjuk ezeket a jogszabályokat, és esetleg az egyedi aktusokat is, másik oldalról pedig politikailag szerveződve kell az ilyen dolgokat megoldanunk. Vajdaság területén 22 ezer kilométer hosszú csatorna rendszer található. A lecsapolási illetékből befolyó bevétel egy részét az ígéretek szerint az öntöző csatornák karbantartására fordítják.